Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évértékelő interjúra. Jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm a meghívást. Polgármester úr, tekintsünk vissza az elmúlt évre. Milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult el 2020? Azért is sajátos kérdés ez most, mert nem az ön irányítása alatt kezdte meg a város 2020-ban, illetőleg folytatta a működését, hanem évközben egy sajnálatos esemény is történt. Beszélünk mindezekről. Talán egy picit még jobban visszamennék az időben, hiszen 2019 évvégét írtuk, amikor egy sikeres önkormányzati választás után megalakult az új önkormányzat, és valóban terveztük a 2020-as évet, természetesen akkor még Dobos László polgármester úr vezetésével. Ott álltunk a költségvetés tervezésekor, ott álltunk a célok kitűzésénél, hogy 2020-ban milyen feladataink lesznek. Természetesen átnéztük azokat a pályázatokat, amelyek folyamatban vannak, amelyeket szeretnénk elindítani 2020-ban. És ugye akkor ért bennünket a hír azokban az időszakokban, hogy a koronavírus járvány elkezdődött és terjed a világban. Ugye átléptünk a 2020-as évben, és még örömmel vártuk az egész éves feladatainkat, készültünk mindenre. És ugye végignézve nem olyan régén is a naptáramat, most meglepődve tapasztaltam, hogy az utolsó nagy rendezvény a városban, az a február elejé kolbászízesítő verseny volt, akkor lehettünk még, gyakorlatilag nem tudtuk, de akkor lehettünk utoljára együtt, és ünnepelhettük ezt a nagyon szép rendezvényt. Ugye a március 15-i ünnepséget már önállóan mindenki egyedül élte meg, hiszen nem lehetett rendezvényt tartani, nem lehetett együtt ünnepelni nemzeti ünnepünkön sem. Aztán ugye természetes módon elmaradt az összes olyan rendezvény, amelyet beterveztünk. Egy picit megállt az élet, hiszen be kellett tartani azokat a szabályokat, amelyek mindannyiunk érdekében hozott meg a kormány, és természetesen mindenki látta azt, hogy ez nem egy megszokott betegség, nem egy olyan vírus, amelyel az előző időszakokban, legalábbis ma élő emberek találkozhattunk. Közben jött az a tragikus hír, ugye, hogy polgármester úr súlyos betegsége kapcsán kórházba került, ahol végül elhalálozott, és nagyon szomorúan viseltük ezt a hírt, az ő temetését, nagyon szomorúan élte meg mindenki, azt gondolom az egész város mélységesen megrázta ez az esemény és ez a hír. Ezután kellett ugye újra munkába állnunk, újra fölvenni azt a ritmust, ami nyilván nagyon nehéz volt egy ilyen esemény után, körítve azzal a helyzettel, amit aztán a koronavírus okozott. A nyáron egy picit föllélegeztünk, és azt hittük ott az augusztus 20-ai ünnepség sorozatban, ahol azért néhány rendezvényt meg tudtunk tartani, volt még, ha jól emlékszem, színházi előadás is, és talán még egy pici közönség részvételével lezajló koncert is a Dérinében. De aztán újra elérte Magyarországot is, és a természetesen Karcagot is a koronavírus járvány. Arra nem gondoltunk, hogy ez lesz a nehezebb. Várható volt természetesen a második hullám, de az, hogy ilyen nagy számban éri el a városunkat, erre azért nem gondoltunk. Nyilván föl voltunk készülve, hiszen azok a szakemberek, akik a frontvonalban dolgoznak, legyenek ők egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, a kereskedelemben, a pénzügyekben, a mezőgazdaságban, a tömegközlekedésben, és mindenkit felsorolhatnék, azért tudták azt, hogy komoly feladatok lesznek, és azt gondolom, hogy mindenki állt a sarat, és állja a mai napig a sarat, és ezt én köszönöm mindenkinek, de nagyon nagy erőfeszítés, azt gondolom, ezt a mindennapokban átélni és megélni. Itt tartunk 2020 végén, és még nem látjuk a végét. Az adatokból az látszik, hogy nagyjából most érte el Karcagot is a teteje. Én nagyon nagy kitartást kérek mindenkitől. A legfőbb célunk természetesen az, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, hogy mindenki túl legyen ezen a helyzeten. Polgármester úr több szegmest érintett, hogy mik történtek ebben az évben. Kicsit bontsuk ezeket ki, számos beruházás volt folyamatban, van folyamatban, és fejeződött is be ebben az évben.
melyek talán a legkiemelkedőbbek, amelyek elkészültek? Mindegyik fontos, hiszen valamit hozzátesz a város életébe, valamit megkönnyít, valamit szebbé tesz. Valakinek olyan dolgot jelent, ami az ő életében is sokkal fontosabb annál, mint ami előtte volt. Ha ki kell emelni, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges azokat a pici beruházásokat is, amelyek kicsit a komfortérzetet javították, tehát a járda, a kátyúzások, az útfelújítások, azok az új parkolók, amelyeket sikerült kialakítani a városközpontban is, hiszen ezek a mindennapi életünk velejárói és könnyítői. De megemlíthetném azt a rendezvényközpontot, amelyet az Akácsliget fürdőben tudtunk átadni, és megemlíthetem természetesen, amely a végéhez közeledő beruházás, de a piac csarnok környékének a rendbetétele, az új vásárlótér, az mindenképpen egy olyan beruházás, amely tényleg a mindennapjainkat fogja szebbé és jobbá tenni. De említhetném a Kovács Mihály Általános Iskolának a komplett felújítását, ahol a napokban már örömmel jelentem, a költözés zajlik, és ha minden jól megy, akkor a január 4-i tanév kezdés már ott fog megtörténni az általános iskolások számára. Nagyon sok kisebb beruházás is volt, ahogy mondtam, a parkoló felújításoktól kezdve, az árok lefedésig, a belvízvédelemig. Mondom még egyszer, mindegyik fontos számunkra, független attól, hogy mekkora volumenben zajlik le. Költségvetés tekintetében hogyan teljesített Karcag ebben az évben? A pályázatoknál is elmondható, hogy nagyon sok átcsoportosításra volt szükség, ahhoz, hogy egyrészt folytatódni tudjanak és folyamatosan tudjanak zajlani, hiszen a vírus mindent felülírt, és természetesen a legnagyobb költséget a vírus elleni védekezésre kellett fordítani. Többször került a háztartásokba a védekezéshez szükséges maszk, többször vittünk az intézményekbe olyan kézfertőtlenítőt, olyan védőruhákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindenki egészségben tudja átvészelni ezt a helyzetet. És természetesen erre fordítjuk a jövőben is a legnagyobb figyelmet, hiszen ez a legfontosabb, a tesztelések, meg a tesztek megvétele, ugye a különböző intézményekben dolgozóknak a tesztelése, a szociális otthonban lakóknak a tesztelése, ez mind-mind olyan komoly anyagi ráfordítást is igényel, ami a költségvetés természetesen befolyásolta. Ennek ellenére egy stabil költségvetéssel tudjuk zárni ezt az évet is, hiszen a bevételeink nagy részt teljesültek annak ellenére is, hogy ezeket az átcsoportosításokat meg kellett lépni, és természetesen az állami védekezéshez is hozzá kellett járulni ezzel, de azt gondolom, hogy tudjuk teljesíteni, jól tudjuk teljesíteni, és szerintem a jövő évi tervezésnél is ezeket figyelembe tudjuk venni. Polgármester úr is lát el képviselői feladatokat a körzetében, és minden önkormányzati képviselőnek van egy képviselői kerete, amely az eddigiekben általában útburkolatok és járdák felújítására költődött el. Hogyan teljesült ez idén? Ez az, amiről beszéltem, hogy egy kicsit át kellett csoportosítani és át kellett alakítani ezeket a kereteket is, hiszen valahonnan kellett a védekezésre anyagi forrást biztosítani. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha nem is akkora volumenben, mint amely be volt tervezve eredetileg a költségvetésben, de minden képviselő azokat a feladatokat, amelyek nagyon, de nagyon fontosak voltak a körzet életében, beszélhetünk itt természetesen a kátyúzásról, a járdák pici, de hasznos felújításáról, ezek megtörténtek. Nagyon nagyban nem tudtunk gondolkodni, hiszen azért erre nem teljesen adott lehetőséget jelen helyzet, de azon leszünk természetesen, hogy a következő évben ezeket a kereteket minimum meg tudjuk tartani, de ha lehetséges, akkor tudjuk egy picit bővíteni is, és akkor be tudnánk hozni az eddigi elmaradásainkat. Említette polgármester úr, hogy sajnos februárban volt az utolsó nagy rendezvény, amit meg tudott a város tartani, hiszen a koronavírus járvány teljesen átírta a rendezvénynaptárt, forgatókönyvet. Hogyan tekint a jövőre nézve, hogy olyan nagy volumenű rendezvények, mint például a Karcagi Birkafőző Fesztivál, amely most ugye online formában került megtartásra, megtartódhat-e, illetőleg programok, események tekintetében mi várható, hogyha a járvány nehezén túl leszünk?
Természetesen tervezzük a 2021-es évet, amelyben mindenképpen helyet kell, hogy kapjon a Birkafőző Fesztivál. Én bízom abban, hogy az eredeti formájában sikerül majd megrendezni, hiszen mégis ez a legnagyobb rendezvénye a városnak, és talán ezt várják a legtöbben. És hát nyilván Karcagnak is ez viszi legjobban a hírét. Maga a birkapörkölt, és nyilván az ehhez kapcsolódó fesztivál. Nem csak ez a rendezvény fontos, én azt gondolom, a város életében, hanem a kisebb rendezvények is. Várjuk azt, hogy normalizálódik a helyzet a vírus terén, tehát bízunk abban, hogy tavasz környékére azért megérkezik a vakcina, le tudjuk gyűrni ezt a átok és gonosz vírust, hiszen mindenkinek az életét befolyásolja, ha nem is közvetlenül, de a családtagokon, ismerősökön, barátokon keresztül biztos vagyok abban, hogy mindenkinek megzavarta és felkavarta az életét. Tehát bízom abban, hogy tavaszra ennek vége lesz, és onnantól kezdve, ha nem is az eredeti kerékvágásba kerül vissza minden, hiszen soha nem lesz semmi olyan, mint amilyen azelőtt volt, de talán tudjuk fölvenni újra azt a ritmust, újra azt a körforgást és azokat a rendezvényeket, ha egy picit megváltoztatva is, hiszen nyilván olyan szabályok kerültek most már mindenkinek az életébe, a maszk használattal, a távolságtartással, talán egy kicsit nagyobb odafigyeléssel a higiénia, a kézfertőtlenítés iránt, tehát egy pici módosításokkal, de biztos vagyok abban, hogy évvégére azért, vagy fél évre, mire a Birkafőző Fesztivál ideje elér bennünket, addigra rendbe kerül minden. Ebben az időszakban tervezi az önkormányzat a jövő évi költségvetést, említett már belőle polgármester néhány pillér, de melyek mégis, amelyekre még inkább szeretnének odafigyelni, pénzt fordítani, mi a terv, az elképzelés? Stabilizálni kell mindenképpen az intézmények működését, hiszen azt azért örömmel mondom, hogy minden munkahelyet megtartottunk az önkormányzati fenntartású intézményeknél, ezeket természetesen stabilizálni kell. Vissza kell térnünk, amennyire csak lehetséges, a megszokott formában, tehát a oktatás nevelésben, a kultúrában, a szociális intézményeknél, és minden olyan intézményben, amely az önkormányzathoz tartozik. Tehát én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy a dolgozók, az odalátogatók, az ott ellátottak biztonsága az teljes egészében meg legyen oldva, és ez természetesen a munkakörülmények, a fizetések és a különböző olyan egészségmegóvó intézkedések, tehát biztos, hogy folytatni kell ugyanúgy a védekezésnek a tervezését. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak. A másik pedig természetesen azok a beruházások, amelyek elkezdődtek, folyamatban vannak, illetve nyilván vannak már híreink a következő pályázati időszakról, tehát ennek az előkészítését mindenképpen előtérbe kell helyezni, hiszen ezek a város életét hosszú távon befolyásoló tényezők. És a harmadik pillér az pedig természetesen a város életét befolyásoló költségvetési részek, és itt gondolok a belvízvédekezésre, a tisztaságra, a köztisztaságra, a kátyúzásra, az útburkolatok javítására, a járdajavításokra, tehát ez is egy nagyon fontos része a költségvetésnek. Melyek azok a fejlesztések, beruházások, amelyek még nem készültek el, de folyamatban vannak? Itt már egyet említett polgármester, ugye a fedett piac tere, amelyek nagyon fontosak lesznek 2021-ben, és városunk, településünk fényét, hírét fogják továbbvinni. Folytatódnak azok a zöldmezős és barnamezős beruházások, amelyek elkezdődtek, hogy ott az Akácsliget fürdő környékén, tehát a gasztropark és a hozzá kapcsolódó elemeknek a kialakítása, de a napokban írtuk alá és választottuk ki a kivitelezőjét a kerékpárút fejlesztésnek, ugye, ami el fogja érni itt egészen a piac csarnok környékét és a Széchenyi sugárút nagy részét. Tehát ezek feltétlen folytatódnak. Egy picit megcsúsztunk, ahogy az előző interjúban is mondtam, a szennyvíz gerincnek a tervezésével, de itt is a napokban került kiválasztásra a tervező, tehát gyakorlatilag ez a rész is folytatódik. És ez nem csak a tervezés miatt fontos, hanem a későbbi megépítés miatt is, hiszen ahogy elmondtam, a következő pályázati ciklusban mindenképpen célunk az, hogy a szennyvíz elvezetést meg tudjuk oldani a városban, illetve a belvíz elvezetést. Itt vannak jó híreink is, hiszen sikerült úgy tárgyalni a pályázat kiírójával és ellenőrző szervezetével, hogy lehet, hogy olyan forrásokhoz tudunk jutni, amelyek ezt lehetővé teszik.
Úgyhogy sok a feladat, de biztos vagyok abban, hogy, hogy föl tudunk annyira pörögni majd itt a vírus okozta a helyzet közben is, és utána meg, meg még gyorsabban, hogy ezek minél hamarabb megvalósuljanak. Közelednek az ünnepek, a város több pontjára felkerültek a díszek, illetőleg az épületeket fényfüzérek világítják meg, és a városház előtti téren a feldíszített karácsonyfában gyönyörködhet mindenki, aki arra jár. Ez nyilván az önkormányzatot is dicséri, hiszen évről évre mindig bővül a díszeknek a tárháza. Polgármester úr, hogyan készül az ünnepekre, és mit kíván az ünnepekre, illetőleg az új évre Karcag város lakói számára? Nehéz a megszokott rendben készülni a karácsonyra, hiszen ilyenkor a családok összejönnek, együtt töltik az ünnepeket. Ez most egy picit nyilván mindenhol meg fog változni, hiszen jelen helyzetben nem biztos, hogy haza tudnak utazni a gyermekek, nem biztos, hogy a nagyszülőkhöz el tud menni mindenki, hiszen azért óvni és védeni kell őket is, meg hát nyilván egymást is azzal, hogy tartjuk a távolságot. Tehát egy picit nehéz lesz azt gondolom mindenki számára a karácsonyi ünnepeket megélni, hiszen ez az egyetlen, vagy az egyik olyan ünnepünk ugye a húsvét mellett, ahol, ahol tényleg a családokon van a hangsúly, a szereteten, a békességen van a hangsúly, tehát nehéz ebben a helyzetben ilyen távolságokkal megfelelően ünnepelni. De én kitartást kérek mindenkitől, hiszen látjuk a végét az alagútnak, és reméljük azt, hogy ha most betartjuk azokat a szabályokat, akkor a későbbiekben egy sokkal boldogabb együttlétnek lehetünk majd ott lévői és élvezői. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy eltekintve jelen helyzettől békésen, boldogan, lehetőség szerint családi körben élje meg a karácsonyi ünnepeket. Kívánok mindenkinek békés, boldog, de legfőképpen egészségben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra.